A Határtalanul program a Nemzeti Összetartozás operatív programja. Célja, hogy az általános és középiskolás diákok eljussanak a trianoni békeszerződésben elcsatolt magyar lakta területekre, és megismerjék az ottani magyar történelmet, valamint magyar ajkú iskolákkal alakítsanak ki kapcsolatokat. Az utazáson résztvevő tanulók együttetű véleménye, hogy nagyon jól érezték magukat Székelyföldön. Zoltán Nóra azt meséli, főleg a természet és a hegyek tetszettek neki a legjobban. Első nap bementünk Segesvárra, ott megnéztük a várat, aztán sétáltunk, meséltek, hogy mi, hogy volt a történelemben a múltban, mi, hogy történt. Aztán elindultunk a szállásra, a szállásunk nagyon szép volt, volt szauna is, és nagyon finom vacsorát kaptunk. Másnap reggel felkeltünk, reggeliztünk, és igazából aznap nagyon sok helyen voltunk, és a legtöbb mértékben az a napunk a sóról szólt, mivel voltunk sóbányában, kirándultunk, megnéztük a sófalakat, ahol kiderült, hogy az időjárást is meg tudják jósolni a só színei, vagyis ahogy éppen az a sófal kinézett. Utána még bementünk Koronra, ahol nagyon szép dolgokat lehetett vásárolni. Nekem minden nap tetszett. Igazából nem is éreztem magam külföldön, nem volt honvágyam, és ez is nagyon tetszett. Hát igazából nem tudok kiragadni belőle olyat, ami nagyon tetszett, mert nekem minden nap tetszett, és jól éreztem magam. Nagyon jó idegenvezetőnk is volt, és igazából nekem személy szerint minden tetszett. A diákok 4 napot töltöttek el Erdélyben. Megismerhették a magyar történelemhez szorosan kapcsolódó városokat, történelmi csaták helyszíneit. Jártak többek között a Korondi barlangban és Segesváron is. Megkoszorúzták többek között a Petőfi emlékművet és az Aradi vértanúk emlékművét is. A Határtalan program már az iskolákban második évben történt, tavaly évben Szerbiában, az idén pedig Erdélyben sikerült a pályázatunkat elnyerni. Ez egy 4 napos program volt, ahol előzetes feladatokkal, és a 4 nap elteltével egy beszámolóval kell értékelni az eltelt munkát. Ez a Határtalan program, ez az országos program, a gyerekeknek teljesen ingyenes, és tulajdonképpen csak a költőpénzüket kell nekik állni. A programnak a lényege, hogy a környező országokban, ami valamikor Magyarország volt, ezeknek az országoknak a megtekintése a magyar gyerekek számára lehetőséget biztosít, hogy megismerjék az itt élő népeket, népcsoportokat, az itt élő tájakat megismerjék, illetve hogy a gyerekek megnézzék, hogy itt hogy élnek az emberek, milyen lakások voltak régen, illetve ma is, hogy mit használnak még ebből. A diákok kísérő tanára azt mondta, a kirándulás fő irányvonalát a magyar vonatkozások adták. Így számos olyan helyen álltak meg, ami valamilyen szinten kapcsolódik Erdély magyarságához és a még Nagy Magyarországban élő őseikhez. A programunk egy 4 napos program volt. Az első napon hát nagy részt az utazással telt, de igyekeztünk, amikor Erdélybe értünk, ott, illetve még előtte egy szláv települést megnézni. A magyar kötődéseket vettük elsősorban figyelembe, így több helyen koszorúztunk, illetve szalagot kötöttünk a magyarság régi emberek tiszteletére. Több helyen novellát olvastunk föl, versekkel emlékeztünk, akár egy Petőfi sírnál. Ezen kívül az egyes helységeknél a magyarságnak az arányát nézték meg a gyerekek előzetes feladatokba, illetve az egyes településeknek a történetével ismerkedtek meg látványosságaival. Ezt egy PowerPoint bemutatóval tették meg, több gyerekünk készült, tehát mondhatom azt, hogy a feladatokat próbáltuk úgy szétosztani, hogy minden gyereknek jusson valamilyen feladat, és akinek nem sikerült az előzetes feladatban, az utána lévő feladatokban, illetve a
látott a kanapján a rajztagozatos gyerekeink székelykapukat fognak rajzolni, illetve már el is kezdték rajzolni, és azokból fogunk egy kiállítást készíteni. Maga a programunk az változatos volt, tehát a népi mesterségektől kezdve a területnek a földrajzi adottságait is figyelembe véve a gyerekek nagyon jól érezték magukat. A tanulók előadásokat és beszámolókat tartottak az erdélyi útjukról. Azt mondták, szívesen visszamennének oda. A beszámolójukból kiderült, mindenki nagyon élvezte, hogy közelebbről megismerhették Erdélyt. Egy, a körülötte sok medve jön.